hagyományoknak megfelelően idén is fúvós muzsika csalogatta az immáron 6. alkalommal megrendezett Buti Pálinka Fesztiválra vönöckieket. Az eseményre nem csak a településről, hanem a környékről és távolabbról is szép számban érkeztek vendégek. Majtényi László, a megyei közgyűlés elnöke, tanácsokkal is szolgált a kultúrált pálinka fogyasztáshoz. Hanvas Béla írja a bor filozófiájában, hogy az ivásnak egy törvénye van, bárhol, bármit, bárkivel és bármikor. Hát ez az a hanvasi mondat, ami ma nem igaz, hisz a Buti család által szervezett fesztivál az a magyar pálinkának a kultuszáról szól most már 2010 óta, és köszönettel tartozunk Buti Károlynak és családjának, hogy a magyar vasmegyei és az itteni vönöcki pálinka kultúra öregbítésére vállalkoztak. A szervezők idén is gazdag programot állítottak össze, amelyek között mindenki megtalálhatta azt, amit leginkább kedvel. Volt ott minden, citera muzsika, néptánc produkció, nagy sikere volt Ferónak, csak úgy, mint Marót Vikinek és a Nova Kultúr zenekarnak, és az idén is megválasztották a fesztivál szépét. Enyingi Ingrid, tapsoljuk meg a királynőt! Idén 6. alkalommal szerveztük meg Buti Pálinka Fesztiválunkat családi gyümölcsösünkben, Vönöckön. Rendezvényünkben évről évre szívünk, lelkünk benne van, mindent megteszünk azért, hogy az ide látogató kedves vendégek a lehető legjobban tudják érezni magukat fesztiválunkon. Minden évben kiválasztunk egy gyümölcsfajtát, ami köré építjük rendezvényünket. Idén a körte kapta ezt a szerepet, és a körte nap keretén belül főző-sütőversenyt szerveztünk, ez inkább a sütőverseny tekintetében lényeges, körtés süteményeket kellett sütni, aki szeretett volna versenyre nevezni. 6. Pálinka Fesztiválunkon zajlik a 7. Vasmegyei Nyílt Pálinka és Párlatverseny eredményhirdetése. Idén annyiban különbözik az eddigi évektől, hogy míg tavaly és azt megelőző években a bér és magánfőzők eredményeit hirdették ki nálunk, idén a kereskedelmi pálinka főzők eredményeit is nálunk hirdetik ki. Idén tavasszal a fagyok jelentős károkat okoztak a gyümölcsös kertekben, így ebben az évben várhatóan jóval kevesebb lesz a pálinka alapanyag. Egy azonban biztos, a tavalyi termésből kiváló pálinkák készültek. Ez derült ki a Vasmegyei Nyílt Pálinka verseny eredményhirdetésén. Jelenleg a Hungarikumok gyűjteményében mintegy 60 elem van, mégis én azt mondom, hogyha lenne egy olyan kör, amire azt mondanánk, hogy ez még hungarikumabb, abban egészen biztosan a pálinka bent lenne, és hát én azt látom, hogy a vasi pálinka főzőknek se kell szégyenkezni, hiszen évről évre egyre jobb és jobb minőséggel állnak elő. Azt látom, hogy azért egy kicsit visszavetette az adó köteles főzés, a bérfőzés nagyságrendjét, illetve hát most sajnálatos módon azért rengeteg gyümölcs el is fagyott, de valószínűleg jelentős készletek is felhalmozódtak, tehát én bízom abban, hogy újra majd visszaáll a bérfőzésnek a szintje a néhány évvel ezelőtti mértékre. De a minőségben egyértelmű a változás, hogy jobbnál jobb pálinkákat főznek itt a megyében is, és én arra biztatom most az itteni kereskedelmi főzdéket, a vasi kereskedelmi főzdéket, hogy meg kéne alkotni egy vasi márkát. A 6. Buti Pálinka Fesztivál az Ocsó Macsó és a Lord Fergeteges koncertjével zárult.